tisztelettel és szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet, elcsendesedett lélekkel együtt imádkozzunk. A mi ünnep szentelésünk jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, Isten dicsőségére, lelkünk épülésére, a 180-as számú énekünknek első két versét énekeljük. A 180-as számú énekünk első két versét énekeljük. Kérem, gyülekezet, foglaljon helyet. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki,
mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztusnak beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Együtt imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mi nékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nékünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonság tételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát az ő ígéje által, mikor is így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyeinket elfoglalva, Isten dicsőségére a 185-ös énekünknek első versét énekeljük. A 185-ös énekünk első versét énekeljük, ó jöjj, Immanuel, hogy menj meg, kérlel Izrael.
mennyei atyánk gyermeki alázattal, szívünkből feltörő vágyjal kérünk, küld el hozzánk, add nekünk az idén is megváltónkat, a messiást, a mi urunkat, mert nélküle olyan nehéznek tűnik az élet. Együtt énekeljük a vágyat, fogalmazzuk meg lelki érzéseinket, amikor feltör, ó jöjj, Immanuel, mert sokszor oly messzinek tűnik, mint amilyen messzinek tűnik a boldogságunk. Sokszor olyan távoli vagy, Uram, mint amilyen távolinak tűnik lelkünknek gyógyulása a seb, amelyet újra és újra feltör és feltép az életnek nehézsége. Várunk téged, Uram, mint ahogy őrök várják a reggelt, mint ahogy édesanyja várja, hogy hazajöjjön gyermeke az idegenségbe, mint ahogy apák néznek ki sokszor az ablakon, és keresik azt a messzeséget, ahol gyermekeik a mindennapi kenyérért dolgoznak. Ó, jöjj, Immanuel, mert úgy várunk téged, mint ahogy szomjúzó föld várja a harmatot, hogy megöntözze, hogy szárba szökkenjen az elvetett mag. Advent van a várakozásnak, a beteljesedésnek, a veled való találkozásnak a lehetősége. Ezt erősíti meg az ígéretet, a megterített úrasztala, hiszen mi már most a nagy nyitán pillanatában találkozunk veled, a tekintet, az érzés, a hit, abban a falat kenyérben és korty borban, mely, ahogy a testünket táplálja, úgy táplálja a lelkünket a reménység, hogy te eljössz. Már itt vagy, hogy segíts, hogy együtt örömmel mondjuk, áldott, aki jő az Úr nevében. Így kérünk téged, légy velünk örvendezőkkel, de légy azokkal, akiknek nagyon fáj az advent, a várakozás, hiszen ők nem csak téged várnak, hanem egy özvegyen maradt férj várja hát, ha megtörténik a csoda, gyermekek várják hát, ha lelkükbe meglelik azt az édesanyát, akit mindig magukkal vittek, ahová vitte és küldte őket az élet. Ma egy gyászoló családért imádkozunk, akik az elmúlt héten nálad keresték, és most is a gyógyulást. De imádkozunk egy családért, gyermekekért, unokákért, akik holnap kísérik utolsó útjukra édesanyjukat, szerettüket. Légy a gyászolókkal, mondd, hogy nekik is úgy jön az öröm, hogy békességet, a hit reménységét, az örök életet hozza. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve a 185-ös énekünknek a második versét énekeljük. A 185-ös énekünk második verse így kezdődik: ó, jöjj el, jessze veszelje, és állj a rossznak elleme. A gyerekek, kérem, vonuljanak át a gyülekezeti terembe.
Istennek igéjét, Ézsaiás könyve 11. részének első, valamint 10. verséből, hogy miképpen szól hozzánk Isten az ő igéje által, Ézsaiás próféta könyve 11. részének első, valamint 10. verseiben, felolvasom, figyelemmel, hálaadással hallgassuk meg. Vetszőszál hajt ki Isai törzsökéből, hajtás sarja gyökereiből. Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magasít ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz. Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz. Ez Istennek igéje. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, forrong a világ, és ebben a forrongásban, nagy mozgolódásban, a holnapi nap a jövő készítésében, mint reményt, mint lehetőséget belefoglalja, imádkozza az ember Krisztust, azt, akit adventkor várunk. Mert legyenek politikusok, legyenek a mindennapi élet kényelmében gondolkodók, legyenek szegények, elhagyottak. Az ember nem tud reménység nélkül élni. És advent a reménységnek az ideje. Reménykedünk abban, hogy eljön az, meg fog történni, amit sok évvel ezelőtt a proféták hirdettek, maga a messiás Jézus Krisztus megígért, hogy visszajön, hogy ott lesz minden napon a világ végezetéig, lelkünknek ajtaja előtt, kopogtatni, zörgetni fog, be akar jönni, hogy velünk együtt élje az életet. A most felolvasott ige advent első vasárnapján egy nyitány. Mint ahogy zeneműveknél, erről Editke többet tudna mesélni, hiszen ő a zenész, aki iskolát is végzett és tudást szerzett. Minden zeneműben van egy nyitány, klasszikus zenére gondolok, ahol az embernek a figyelmét, a lelkét ráhangolja arra, felkészíti, hogy mi fog abban a zeneműben ajándékként az ember számára történni. Egy nyitány. A most felolvasott ige, amit Ézsaiás proféciájának nevezünk, ez 700 évvel Jézus Krisztus születése előtt történt. 700 esztendővel a messiás eljövetele előtt Isten már jelez a próféta által képekben, állapotokban, élethelyzetekben. Felkelti az embernek az érzelmét, a vágyát akkor, amikor olyan gyönyörűen leírja, hogy amikor megszületik az a gyermek, milyen boldog érzés, mennyi békesség, öröm lesz, igazság az embereknek az életében. 700 évvel hamarabb. Aztán 100 évvel később Jeremiás próféta ugyancsak megpendíti, ugyancsak visszahozza a választott népnek az életében a messiás tudatot, felébreszti a parázs alatt lassan kialvó vágyat, amikor azt mondja, hogy jön a messiás. A 23. fejezetben beszél erről,
amikor azt mondja, amikor a messiás eljön, és az Úr lelke beteljesedik, akkor a szétszórt mezőkön levő halott csontok életre fognak kelni, mondja majd később Ezékiel proféta. Tehát azt látjuk, testvéreim, hogyha mi a várakozás, az advent, a Krisztus várás hangulatát, igazságát akarjuk átélni, hogy az egész Szentírás úgy bemutatja, hogy a Isten népének az életébe, vagy az Úristen népének az élete mindig azzal telik el, hogy várja, jöjjön már el a messiás. Talán innen ered, mindannyian ismerjük a közmondást, amikor valamit nagyon várunk, erre szokták mondani, hogy várják, mint zsidók a messiást. És akkor, amikor elmondom, hogy egy életen át mennyire eluralta Isten népének a várakozását, hogy jöjjön a messiás, nagyon sok csalódást is okozott. Mert csak az nem csalódik, aki nem vár semmit az élettől. Nagyon röviden, történelmi tényként fogom egy pár mondatban, mi nyitán, hogy hogy fogjuk és hogy készüljünk az adventre elmondani, az, hogy hogyan is vártak és miért csalódott a világ Jézus Krisztus várakozásában és eljövetelében. Hogyha megfigyeljük a zsidó várakozást, váradalmat, akkor azt fedezzük fel, hogy a zsidóknak nagyon fontos volt a messiásnak a személye. Nagyon fontos volt, hogy ők tudják, hogy milyen lesz, ki lesz az a messiás, ezért megfogalmazzák különböző módon és féleképpen. De gondoljunk csak a Szentírásra, az Új Szövetségre, akkor, amikor megjelenik keresztelő János, az útkészítő, a messiást látják benne, meg is kérdezik, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy valaki mást várjunk. Nem, nem én vagyok a messiás, nem az én személyem az, aki a ti váradalmatokat, reménységeteket be fogja teljesíteni, mondja keresztelő, én csak útkészítő vagyok, aki még arra se leszek méltó, hogy a sarúját megoldjam annak, aki utánam jön. Aztán ez a nagy hitvalló, amikor börtönbe kerül, akkor elküld Jézushoz, és tőle is megkérdezi, hogy Uram, te fogod elhozni Izraelnek az üdvösséget? Te vagy a messiás? De a főpap megszaggatva a ruháját, térdre borulva, könyörögve, alázatosan azt mondja, hogy mondd meg, názáreti, te vagy az Isten fia, te vagy a messiás, aki el fogod hozni nekünk azt a több száz éve várt boldogságot, te fogod-e visszaállítani Dávid királynak az országlását, azt a hatalmas nagy birodalmat, amelyet lelkükben hordoznak a zsidók. Te vagy-e az? Aztán, mikor látták, tapasztalták évszázadok, évezredek folyamán, hogy nem tudják meghatározni, nem lelik fel, téves az ismeretük, mert hát, ha a messiás itt van, és mi nem tudjuk, hogy kicsoda, akkor a váradalomban a szeméről, a messiásnak a szeméről áttevődik az egész váradalom már az országára, a messiás országlására. Már nem az a fontos, már félnek a csalódástól, a kiábrándultságtól, és már azt mondja, hogy ha nem is tudjuk, hogy ki az a messiás, legalább az országát várjuk. A mi atyánkban Jézus így tanítja imádkozni az övéit, jöjjön el a te országod. A tanítványok mielőtt Jézus elmegy a mennybe, mikor mutogatják nekik a gyönyörű
jeruzsálemi templomot, akkor Jézus azt mondja, látjátok ezt a gyönyörű templomot, itt kövön nem marad. Mikor lesz ez, Uram? Mikor jön el a te országod? Az első keresztények még így fejezték be Isten tiszteleteiket, így imádkoztak, Márán Átá, múljon el a világ, és jöjjön el a kegyelem, jelenjen meg már Isten országa, amelyben ott lesz a béke. És mikor az országot se látták, és mikor Jézus rádöbbentette, hogy Isten országa nem itt, nem ott, hanem ti bennetek van, akkor megint csak elbizonytalanodtak, és mire is várunk? Kedves testvéreim, 2014-ben mi, akik belépünk egy várakozási, egy adventi időszakba, mire várunk? Várjuk Jézus Krisztust? Vagy várjuk az ő országát? Legendák sokasága próbálja meghatározni ennek a várakozásnak a lelki állapotát, és ezt megörökítik a zsidó haszít történetek. A zsidó legenda azt mondja, hogy Jézus Krisztus koldus ruhában ott ül a régi római impérium Róma városának a kapujában, és egy idős zsidó rabbi gyermekével megy Rómába, meglátja a koldust, felismeri benne a messiást, és azt kérdi a nagyapjától, hogy nagyapa, mire vár Jézus itt a messiás koldus ruhában? És a nagyapa csak ennyit válaszol, rejánk. Várja a messiás, hogy felismerjük-e őt, ott, ahol az életnek kapujában ül, és várja az embert, aki azt mondja, hogy szükségem van rejád. A messiás, amikor megváltozik az élet, szintén mese, legenda formájában van megörökítve. Az egyik nagy teológus mesélte, hogy vakációi gyermekként a nagyapjánál töltötte, és ott olvasott ilyen régi történeteket, és abban felfedezte azt a történetet, amely arról szólt, hogy amikor majd az olajfák hegyén Jeruzsálemben meg fogják fújni az ősi kürtöt, az jelezni fogja, készüljetek emberek, mert jön a messiás. A történet arról szól, hogy egy bolond felment az olajfák hegyére, és megfújta a kürtöt. És örömmel és boldogan futottak a rabbihoz, készülj, mert jön a messiás, hallod a kürt hangját. A rabbi kinézett az ablakon, látta az elnyomó katonákat, a kolduló szerencsétlen embereket, a ronyban burkolózottakat, a hatalmasokat. Becsukta az ablakot, és azt mondta, még nem jött el a messiás. Ezek a történetek, testvéreim, mind-mind arról szólnak, felteszik nekünk nyitányként a kérdést, hogy várjuk, hogy látjuk, hogy képzeljük el adventben, hogy eljön hozzánk Jézus Krisztus a messiás, milyen kell legyen a mi várakozásunk. És akkor, amikor eljutottam kortörténetileg bemutatva a csalódást, a várakozást, a kiégést, az ábrándozást, nem is igaz, hogy megszületett Jézus azoknak az embereknek,
a szomorúságát, akik már remélni sem tudnak, a felolvasott íge alapján érzékeltetni szeretném, el szeretném mondani, hogy én, mint ennek a gyülekezetnek lelki pásztora, hogy látom és hogy merem, hogy szeretném hirdetni a készülődést, a Krisztust várást úgy, hogy karácsonyra ne legyen csalódás benne. Van egy művészeti irányzat, festészetben jelenkezett, aztán majd elterjedt az élet különböző területén, úgy hívják, hogy impresszionizmus. Maga az irányzat azt jelenti, ellenhatása volt a realista festészetnek, annak a realista festészetnek, amely úgy örökítette meg a tájat, a tárgyakat, hogy minden aprólékosan fontosnak tartott, nehogy valami kimaradjon, lemásolni, hihetővé tenni, hogy ugyanolyan legyen az a kép, mint amilyent a festő a szemével lát és megörökít. Na most testvéreim, lehet így is prédikálni az adventről. Lehet így is beszélni, hogy a felolvasott ígét, amit Krisztus előtt 700 évvel Ézsaiás mondott, pontosan lemásolom, elmondom szó szerint, hogy mit jelent, hogy vesszőszál hajt ki, hogy sarjad egy gyökérből egy új élet, hogy az Úr lelke nyugszik, és elmondom pontosan semmit ki nem hagyva a karácsonyi történetet, a pásztoroknak mozdulatát, az angyalok énekét, a keleti bölcseket, Heródes gyermekgyilkosságát. Igen, lehet realista módon újra és újra átélni. De én valahogy az impresszionizmusnak a teológiáját, az ige hirdetését szeretem. Nem mondom, hogy tudom, próbálom elsajátítani, mert az impresszionizmusnak az a lényege, hogy a fényhatások az érzelmek szerint fest meg egy tájat. Azt, amit kivált a lelkéből, egy táj, egy emberi arc, egy mozdulat. Na most testvéreim, ha ezt a felolvasott ígét nem a realista leírás szerint értelmezzük, és nem úgy keressük a messiást, ahogy Ézsaiás leírta, vagy Jeremiás, vagy majd később a többi proféták, hanem úgy keressük, hogy hogyan is kell várni a messiást, hogy milyen érzést vált ki a lelkünkből, akkor születik egy új várakozás és egy új advent. Mert miről van szó? Hogyha az előzőket megnézzük, akkor azt mondom, hogy minden profécia, minden, ami Jézus Krisztus születéséről szól, az nem leírás, az nem egy dokumentáció, ami után lehet járni, hanem az egy hitvallás. Minden advent arról szól, hogy hiszem, hogy az Úristen kezében van a jövő. Hiszem, hogyha ott, ahol már csak a törzs maradt, a gyökér maradt, ahol már nincsenek ágak, ahol levagdostak mindent az életünkből, hiszem, hogy ott, ahol már mindenki temet, ahol mindenki már csak rálegyint az életre, az a hangulat, amely elhatalmasodik, hogy ennél rosszabb ne legyen. Igen, az advent, az impresszionizmus az, hogy milyen hatást kelt a lelkemből. Ez az egyszerű mondat, hogy látjátok, nincs semmi, csak egy levágott csonk. És mikor látom azt a vesszőszálat kihajtani, akkor azt mondom, hogy Isten kezében van a jövő.
És ez a hitnek elég. És a hitünknek elég kell legyen az, hogy Istennek van hatalma egy olyan holnapot teremteni, amelyben gyógyulnak a sebek, ahol újra kezdhető az élet, megfoghatom annak a kezét, akinek már majdnem elengedtem, bocsánatot kérhetek gyermekeimért, a hibámért, mindenért, mert nem akarom, hogy becsukódjon egy ajtó, hogy elváljunk, hogy tönkretegyük egymásnak életét. Ez az advent. Hinni az, hogy Isten cselekszik. Mert akkor, amikor ez az ige azt mondja, hogy van egy csónk, és a 10. fejezetben olvashatjuk ezeket a súlyos szavakat, ahol azt mondja, hogy Isten levágja, megszünteti, elveszi Izrael népéből a reménységet, jön Asszíria, történelmi kép, akkor mit csinál az Úristen? Meg akar óvni a csalódástól. 2014-ben meg akar óvni, mert olyan csodálatos az érzés, az impresszió. Mert mit mond itt a próféta? A folytonosság megszűnik, meg kell szűnjön. Mert a zsidók Dávid utódját várták, az ő országát, földi birodalmat, és Isten már itt azt mondja, ez nem lesz meg. Soha nem lesz, hogy földi hatalmasság és ember be tudja tölteni azt, amire csak az Úristen a képes. Akkor, amikor azt mondja, hogy Isai törzséből fog származni egy vesszőszál, akkor mindegy keményen felébreszti az Ábrámból a népet. Azt mondja, hogy itt Isten fog cselekedni adventkor. Ők várták, hogy majd jó király jön. Várták, hogy majd egy olyan uralkodó lesz. Várták, hogy majd egy olyan korszak lesz, amit majd egy helyes király, népét szerető uralkodó, mondom mai szavakkal, nem mondom a nevét, új román államelnök, új politikai párt, Európai Unió, Amerika, a nagyvilág, Szovjetunió, ó, mennyit vártuk, hogy majd azok fogják elhozni a jólétet, a békét, majd új szövetségesünk lesz, majd, azt mondja Isten, csalódni fogtok. Ezek az emberi uralkodók nem lesznek képesek se Erdélyben élő népünknek, se olyan családoknak, akik azt hiszik, máshol van a boldogságuk, sem megkétszerezett munkával, se recesszióval, se IMF-fel, se segélyszállítmánnyal, nem lesz meg. Ember nem tud. És amikor azt mondja, hogy kivágja az Úristen, levagdalja ezeket az ágakat, fel akar ébreszteni bennünket, meg akar óvni a csalódástól. El akarja mondani, nehogy azt hitt, kedves testvérem, mondom én, hogyha nagyobb lesz a házad, az autód, a földterületed, nehogy azt hitt, hogy békesség lesz a családodban. Nehogy azt gondolt, hogyha majd egy diplomát fognak adni, hogyha gyermeked bejárja a világot, elmondod mindenkinek, én is sokszor dicsekszem velük, az a boldogság. Nem. Az igazi boldogság, békesség akkor lesz, amikor
az ő életébe, a gyermekemre gondolok, a te gyermekedre, azokra, akikért imádkozom nap, mint nap a gyülekezetem életébe, Isten fog cselekedni, amikor megszületik a Messiás. És én ezt várom. Én várom, mert hiszek abban, hogy ott, ahol apaként, lelkipásztorként nem tudtam ráhatni gyermekem életére, gyülekezetemnek a tagjaira, ott adventben Isten, ha akarja, meg tudja tenni. Isten meg tud születni ott, ahol én még magot se tudok elültetni. Igen, származik az Istentől, ott, ahol már semmi nincs, egy kicsi ágacska, mint Noé galambjának a szájában az a zöld ág. És annyi elég, hogy felkeljek, hogy mosolyogjak, hogy készüljek, terítsem az asztalt, takarítsam a lakást, a lelkemet, mert jön haza az a kicsi zöld ág reménység. Együtt imádkozhatok a templomban anyámmal, akit elhozok az ünnepre. Együtt imádkozhatok azokkal, akiknek nehéz az élete, hogy gyógyuljanak lelkileg. És amikor ez megtörténik, és ez az ígéret ma már megtörtént, az ige itt fejeződik be azon a napon, Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslatik ki a népek közül. Nem értjük a képet, de hogy nem. Régen a vadászatban, a háborúkban, középkóra, ókóra gondoljunk, fontos szerepe volt a csatákban, a háborúban a zászlónak. Azzal jeleztek, az volt az eszköz, a zászló vívő kapta a parancsot, és a katonák a zászló után mentek, tudták a jelből, hogy hova kell most tömörülni, hol kell segíteni, hol kell kivédeni a támadást. És azt mondja ez az ige, egy kép és jelkép, hogy majd zászlóként kiemelkedik Jézus Krisztus, és népek fognak oda özönleni. Nézzétek a zászlót! Ti, akik harcra készültök egymásért, készülünk a boldogságért. Nézzük Isten zászlaját, mert adventben lehet, hogy jelezni fog Krisztus. Ott annál a családnál kell most összegyűlni. Ott kell valamit segíteni, ahol nincs cipő a gyermeknek. Oda kell menni, ahol nem nyitotta meg az ajtót régóta senki. Ott kell imádkozni, ahol az ellenség már döngeti az ajtót. A zászló testvéreim, Isten zászlaja ott van, és mi a várakozásban, akik tudjuk, hogy a hitnek elég, hogy Isten kezébe van a jövő, a zászló csak annyit kell tenni. Higgyük, engedelmeskedjük, és bízzunk. Jön, és lesz velünk való találkozása. Amen. Válaszoljunk Isten ígéjére a 449-es énekünk első és második versével. A 449-es énekünknek első és második versét énekeljük, Jézus, te égi szép, tündöklő fényű nép.
Urunk, királyunk, aki ígéddel és szent lelkeddel kormányzol, és a nekünk szerzett, megváltott életben oltalmazol és megtartsz. Köszönjük, hogy úgy térsz vissza hozzánk, mint dicsőséges király, aki a közömbösség, a csalódás, a fásultság ellen indítasz harcot. Meglengeted az ászlót. És mi arra kérünk, ad nekünk a hit látását, hogy lássuk édesanyaként, édesapaként, testvérként, hol az az ászló, amely hív, hogy segítsünk, hogy gyermekünk, hogy testvérünk életében megszülessen a reménység. Hol van az az ászló, amely hirdeti, hogy ritkulnak a sorok, sérült katonák hullnak el, hol van az az ászló, amely üzeni, jelzi, hogy gyógyítani kell a lelket, és mi megyünk, mint hűséges katonák. Mert ez az advent, bármi a jelre. És te advent első vasárnapján megadod a jelt. És mi tudjuk, hogy megnyílt az ég. És mi tudjuk, hogy nem emberekben reménykedünk, hanem abban, hogy nem hagy el az Isten. És mi felemeljük tekintetünket. Lehet, hogy nem látjuk a csillagot. Vagy nem fogjuk hallani az angyalok énekét. De látni fogjuk társunknak, férjünknek, feleségünknek a tiszta tekintetét, mely azt kéri. Szeressük, bocsássuk meg nekik. Látni fogjuk gyermekünket, aki megírja a levelet az angyalnak, és nem kér mást, mert tudja, hogy szegény lett. Vagy sok szegény van, és az angyalnak nincs ideje, azt fogja kérni, hogy öröm legyen, és egy imádság, ahol anyuka és apuka együtt jön majd templomba. És ezért imádkoznak idős nagyszülők unokákért. És egy gyülekezet ezt kéri tőled, adj erőt, hogy mindent megtegyünk, hogy soraink ne ritkuljanak, hanem a nagy küzdelemre, amely nem legyőzi, hanem meggyőzi a világot jó Krisztussal élni, sokan legyünk az idén. Add ehhez lelki táplálékodat az Úr vacsorában. Add, hogy zászlóként mi is tudjuk mutatni te neked, hogy hol van szükség rád. Ma kegyelmedbe ajánljuk, és kérünk, sok-sok reménységet adj a hitben, a feltámadásban, az örök életben a megemlékezőknek, a gyászolóknak. Szeress mindenkit, Uram, és akkor békesség lesz a lelkünkben. Amen. Elcsendesedett lélekkel magunkba imádkozzunk. Áldott legyen az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imáját. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, kegyelettel jelentem a gyülekezetnek, hogy a múlt héten visszaadta lelkét alkotójának Nagy Jolán testvérünk, aki 73 évet élt, 54 évi házasságot férjével együtt. Nem csak boldogok akartak lenni, hanem sikerült boldogan élni, két gyermeknek életet adni, két unokát ölelni. Köszönjük szépen megtört özvegyen maradt férjének, gyerekeinek. Köszönjük az ő szerettük emlékére adományozott 100 lejt, valamit az úrasztalára helyezett virágot. Jelentem a gyülekezetnek, hogy megpihent Bakos Ágnes testvérünk, akinek temetése holnap 2 órától lesz a ravatalozó háztól. Innen is kívánjuk a gyászoló családnak a feltámadás reménységét. Kedves testvéreim, köszönöm szépen a már évek óta adventi koszorút adományozó Kulcsár Zoltánnénak, Kulcsár Anna Máriának, aki az idén is ezt a gyönyörű adventi koszorút elkészítette. Ma ezért tettük ide, mert az úrasztalára a gyászoló család iránti tiszteletből az ő idehozott virágokat helyeztük. Kedves testvéreim, köszönjük szépen Albert Magdolna testvérünknek, hogy meghívott és megterítette Isten dicsőségére, Jézus Krisztus emlékezetére az úrasztalát. Járjunk az úrvacsorához. Sokat jelentett és jelent az ő számára, hogy felajánlhatja Jézus Krisztus szereteteként az úrvacsorát. Krisztusnak pedig az jelent sokat, ha az ő kérése szerint ezt megcselekedjük az ő emlékezetére. Végezetül hirdetem a gyülekezetnek, hogy december 14-én kerül sor az egyházközségi tisztségviselők presbiterek választására. Ezt meg fogja előzni egy presbiteri gyűlés, ahol a kánon előírásai szerint elkészítjük a szavazó cédulákat a jelöltekkel, úgy, ahogy hirdettem, lehet személyes, lehet borítékba zárt jelöltet is javasolni a gyülekezet tagjai közül. Szeretettel köszöntöm Csalóka Zoltán esperes urat, akivel ma közösen fogjuk kiszolgálni az úrvacsorát. Köszönjük szépen, és ha Isten megtartja életünket, akkor karácsonykor is előre láthatólag már együtt fogunk szolgálni. Kevés lelkipásztor tudja elmondani magáról, amit én elmondhatok jelen pillanatban, hogy esperes a segédem. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget is. Készüljünk testvéreim az úrvacsorához, énekelve a 264-es énekünknek mind a két versét. A 264-es énekünknek mind a két versét énekeljük, lelkem siet hozzád menni.
együtt, miképpen szerezte a Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista. De legteljesebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezetnek írott első levele 11. részének 23 és következő verseiben. Eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előttökbe is adtam, hogy az Úr Jézusban az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálát adván megtörte, és ezeket mondotta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely megtöretik, ti éreztetek. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a pohárt is, miután vacsoráltak volna, és ezt mondotta, e pohár, am az új testamentum, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, s isszátok az Úrnak poharát. Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék a kenyérből, és úgy igyék a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Hallottuk testvéreim, miképpen szerezte a mi Úr Jézus Krisztusunk az Úri Szent Vacsorát. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, szent és kegyelmes Isten színe előtt, vegyük számba csöndben vétkeinket, s kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat. Készüljünk a királyi vendégségre, alázatosan megvalva bűneinket, s folyamodjunk kegyelemért és irgalmas Istenünkhöz csöndes imádságban. Bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vessel engem a te orszád elől, s a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, s engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk bűneinkről, jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyeteves keresztény egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. S Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszedték, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Én hitetekben és vallástételetekben nem kételkedek, Anya Szentegyházunk állandó gyakorlatához képest,
néhány kérdést teszek előtökbe, és arra kérlek, hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Ezt kérdem először is, hiszitek én, hogy Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélésszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Igen. Másodszor kérdem, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, szent fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, s bűneiteket ő érette, megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Harmadszor kérdem, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is föltámaszt a halálból, és a földi élet után nékünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából élteteket az Úrnak szentelitek, s már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére értek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelemből az ő szent fiának érdeméért. Amen. Most pedig, akik magatokat illően előkészítettétek, járuljatok majd a szent asztalhoz alázatos szívvel és a megszokott szép rendben. Urvacsora osztás alatt a 262-es számú énekünket énekeljük, megterítve áll előttünk a szeretet asztal. Szent vacsorát, így éltek tanítványok, hitvallók, bizonyságtevők, és Isten kegyelme által advent első vasárnapján e közösségben így éltünk mi is. Mielőtt megtérnénk a mi családi hajlékainkba, és magunkkal vinnénk Istennek gazdag áldását, amelyet nyertünk a szentasztali ajándékok magunkhoz vételén keresztül, még egyszer tekintetünk és figyelmünk arra kell irányuljon, aki szerette, aki adta és rendelte számunkra e szent és áldott kegyelmi kincset és ajándékot, s épp ezért öltözzük föl a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjük el egymást, és ha egymásra valami panaszunk is volna, bocsássunk meg egymásnak,
amint Jézus is megbocsátott néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a mi szívünkben minden időben. Jöjjetek imádságban, és köszönjük meg a kegyelmi kincset Istenünknek. Menyei édesatyánk, a Szent Pacsora sákramentumában bocsátodnak jegyét és zálogát adtad nékünk Jézus Krisztus által. Mit adjunk, mit tenéked a te jó téteményeidért? Hirdetjük egész életünkbe a te kegyelmednek gazdagságát, amely által minket gyermekeidé fogadtál, és a te örökségedbe elválasztottál, Istenünk. Nagy áron váltottál meg minket, melyért téged magasztalni, lelkünket és testünket, tenéket szentelni, ez lesz életünk öröme. Fogadd el, Urunk, hálánkat, segíts minket kegyelmeddel, hogy amit neked a szent alkalommal fogadtuk, teljesíthessük is. Legyünk hűek te hozzád, mint halálig. Taníts minket akaratod cselekvésére, szent lelked szüljön minket újjá, hogy mától fogva a Jézus Krisztus vetett hitben éljünk, aki szeretett minket, s önmagát adta érettünk. Szentelj meg minket tökéletesen, tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, fedhetetlenségben, amíg eljő a mi megváltó Jézusunk, kinek veled mi atyánkkal és a Szent Lélekkel, ami vigasztalónkkal együtt légyen, örökké való hála és dicsőség. Amen. Kedves testvéreim, elnézést kérek, elfelejtettem hirdetni, de örökbe elférve az asszony testvéreimet, hirdetem, hogy jövő vasárnap délután 10 órától a felső sóvalmi református gyülekezet megszervezi a sóvidéki Kárpát-medencei imanapot. Azok az asszony testvéreim, akik szeretnének részt venni ezen a jövő vasárnap délután 10 órai felső sófalmi Kárpát-medencei istentiszteleten, kérem, jelentkezzenek a lelkészi hivatalba, szerzáljunk lehet jelentkezni telefonon keresztül is. Az istentisztelet után szeretett vendégség lesz, és a szeretett vendégség keretében megkért a tiszteletes asszony, aki az udvarhelyi főszövetségnek az elnöknője, hogy a Kisgergely református széke udvarhelyi kollégium javára gyűjtenek a javításot. Tehát megkérem akkor vagy Kényes Magdorna testvérni a főszövetség elnöknőjéért, vagy pedig bent tessenek jelentkezni. Egy kérésem van még, a Erdély Református Egyház kerület a Betlen családtól megkapta a örökségbe adományként a Betlen kastély, az Árva Betlen katakastély. A gyülekezetek a javításhoz tégla jegyeket árulnak, Istennek hála meg sokat sikerült eladni, szakadától még megmaradt 16. Segítsük ezt a kis gyülekezetet, hogy elemen feljel tudják ők is teljesíteni ígéretüket, és hogyha valaki szeretne még tégleléget vásárolni, öt le egy darabja, és ezzel is hozzájárulunk a Árva Betlen kastély javításához. Köszönöm szépen a tiszteletes úrnak, Esperes úrnak, a gyülekezetnek a szolgálatát, ürelmét, és áldozatot szeretnek a jó Istenet. Testvérei, zárjuk a mi közös együttlétünket a 175-ös énekünk első versének éneklésével. Uram, bocsáss már el szolgádat békén.
aki az örök dicsőségére hívott el minket a Jézus Krisztusban. Ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, alázatosakká, álhatatosakká. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké.